Melyó enni. Sziasztok, és üdvözlök titeket a következő furcsa dolgok, hashtag furcsa dolgok az interneten az adásban. Furcsa dolgok az interneten adásban. Így mondtam? Talán így mondtam, mindegy. Srácok, nagyon-nagyon rég volt már ez a sorozat, és sokan-sokan kértitek, hogy Gergő, mutass már még furcsa dolgokat az internetről, mert hát rengeteg van. Mondhatni kezdhetni Ajánosi Gergő csatornával, ugye? És mai részben, mint láthattátok, a jégevő csoda kisiparosokat fogjuk megtekinteni. Mert hát amúgy elkápráztatóan menő jegeket tudnak csinálni. De a nagyobb kérdés, hogy ezt miért eszik meg videóban. Lehet kérdezni, hogy Gergő, te pedig akkor miért Fortnite-ozol? Mert szeretek. Lehet, hogy ők is szeretnek jeget enni, úgyhogy nem akarom őket bírálni, csak pár vicces videót kiválogattam nektek. Thumbnailről válogattam, tehát ami az Instagramon található kis indexképről válogattam. Ne felejtsétek, hogyha szeretnétek követni, akkor kukac Szenosi Gergo, mindenféle királyságos fénykép és sztori bele tudtok tekinteni az életembe, ha szeretnétek természetesen. És akkor kezdjük is az elsővel, ahol egy nagyon kedves arcú hölgy igaz elég furcsán bombán néz ránk, pislog, és közben fajja, mint a vadállat a jeget. Tehát nem is kicsikét, nem is. Megfogja, figyelj, beleteszi a szájába félig, tehát és ez kész, be is pusztította, a lével nem foglalkozik, azt fogta, kiöntötte, és végig bambán pislogva néz a kamerába. Igen, jó, befejeztem. Én is hoztam magammal jeget, igazából a fogam nem bírja, mert nekem elég érzékenyek a fogaim. Fogalm sincs, hogy ezt hogy tudják megenni, iszok is, mert kicsit furcsa íze van a jégnek, kicsit fagyasztott hús íze van a mélyhűtőmből. Hát na, a fagyasztott hús mellett van, milyen íze is legyen. Szóval mi nem vagyunk nagy jegesek a családban, ezt is miattatok csináltam, ez amúgy alma formájú jég len. Na jó, inkább hagyjuk is, felsőtöm szerint, menjünk is a következő videóra ki. Nézzük, az ott eper? Nem tudom, ti hogy vettek vele, amúgy, ha csak nem nézem, és a hangját hallgatom, az tök jó. Viszont az az átélés, az a beleélés, az a vad dolog, ahogy ők eszik. Nem tudom, miért kell ilyen vadul falni. Tehát nem úgy van, hogy fognak, mint itt van egy keks, és akkor szépen beleharap, megeszi, nem falja, így nyomja befelé. Figyeljétek meg, én ezt vettem észre ezekben a videókban. Az epret meg se eszi, tehát a lényeget, azt meg se eszi. Hashtag business. Hashtag üzlet. Ez aztán üzlet. Nő falja a jeget. Üzlet a javából. Wow! Ez egy kukorica, benne kék lé. Folyik ki. A foga. Oh! Miért jó? És megint nem óvatosan eszi, nem tudom, nem látjátok, mintha idegesek lennének. Nem is ennél a videón, áll ez amúgy nagyon menő néz, és legalább a hölgy mosolyog. Nem az, hogy ilyen befásult fejjel néz. Új, nek a jégnek nagyon rossz íze volt. Tehát legalább mosolyog, ez is hashtag, hashtag business mindset. Az. Jézus. Erre emlékszem, ezt valamelyik őtök küldte nekem. Igen, ez a thumbnail sok mindent elárul. Hopp, a szájába szétfolyt, rá a ruhájára, kit érdekel, valaki elment a háta mögött, de kit érdekel. Amúgy hogy csinálják ezeket a üreges jegeket? Ilyet kéne csinálni. Ha szeretnétek, hogy csináljunk, akkor írjátok le komment szekcióba, vagy hashtag jég, meg lájkoljátok ezt a videót. És minden több a like, meg a komment, valószínűleg kipróbáljuk, mert én nem tudom. Ki az, aki ott a háttérbe elszállt? Mit gondolhatott? Jaj, te tesóm, csak eszi a jeget. Töri szét a fogát. Bolondok. Jézusom, ezek valami tányért teszik? Jég. Mint ASMR, és aki szereti, annak mondjuk jó. Csak... Hogy jött az ötlet, hogy megfagyasztja a tányéri alját? Mert ez esküszöm olyan. Meg a jeget nem jó enni, srácok, nem szabad jegete. Egy, a fogadnak se tesz jót, kettő, a torkodnak se tesz jót, még a hajába is jég van.
Hú, ez nagyon faj a jeget, figyeljetek. Jó, együnk még. De az a... az a kifejeléstelen arc, tehát legalább az előző, előtti hölgy mosolygott, de... de az ázsiai lányokra, akik az interneten szerepelnek, nagyon jellemző ez, hogy a homlokuk az nincs benne, és ilyen kifejezéstelen arccal... Várjátok, a homlokom nincs benne. Hogy... why? Why? Kék vagy piros? Na melyiket fogja először? Nem tudom mit csinálni vele. Ezt megissza? Nem ez jég? A kéket. Yeah boy, kék. Hú, ez de jól néz ki. Legalább vigyorgott, és megint a vadál. Rámegy. Figyelj. Vár, és iszik egy kicsit a jéghideg vízből, kiönti a felét. És faja, töri, zúzza. Magyar, mosolyog. Hát mindjárt meglátjátok, mi történik. Bocsánat a fülhallgatósoktól, elnézést. Jézusom, itt is a, az a fej. Ez éjjelze már. Mit teszik? Az mi? Látszik rajta, hogy nem boldog. Azt az eget, azt az eget. Jézusom, ennek mi van a szájával? Azt a... kész, befaj. Háj, háj. Nem lassan, fajad! Háj, háj, háj! Háj, így harap rá, fia! Közben beszél az anyukája. Kislányom, mit csinálsz el megint? Hopp! Jézusom! Amúgy nagyon jól néznek ezek ki, de miért? Miért? Jesus. Még egyszer nem le akarom szólni senki más munkáját, mert akkor mindig megtámadtok, holott én csak az első reakciómat mutatom be. Kicsit közel van. Vaj, issza! Azt a jéghideg levet! A torkom megfájdult tőle. Mi van benne? Nagyon szép, hogy folyik ki. Ez olyan, mint egy fánk. És lenyeli azt a jéghideg vizet. Aki ismer, az tudja, hogy nem nagyon-nagyon nem szeretem a jéghideg innivalókat. Tehát nyáron sem iszom fagyosan a kólát, vagy vala vizet. Nem szeretem. De ők szeretik. Meg tudom, hogy ti is sokan szeretitek. Amúgy nem tesz jót a torkotoknak, se a testeteknek, amikor a felforrósodott testedet lehúzod jége. De én nem akarok senkit itt kioktatni, mindenki úgy iszik, ahogy akar. Mik azok a piros göbök? Ne igyad már az eper! Ide írta, lecker. Mit jelent az, hogy lecker? Ice eating vid. Úristen. Jézusom, ez mi? Kicsit elvonatkoztatunk a... ez mi? Ez nagyon kemény. De mi a Snapchat, vagy ez mi? Á, a foga. És ez mi? Az a fej, könyörgöm, miért? Ez még fésű? Ez fésű teszik. És megint nincs benne a homloka, csak szemöldöktől lefelé. Nem mosolyog, nem grimaszol. Pislog és eszik. Jézus. Ú, ez mi? Begy hal van? Vagy ez mi volt? Ó, víz van benne. Folyik ki belőle a víz. Jó, oké, haladjunk tovább. Ezt itt is láttam. Itt van. Hogy vigyorog. Ő legalább boldog. Nézzétek meg, hogy elvezi, hogy ezt teheti. Csodálkozik. De mi van benne? Nézi, hogy az ölébe már belefolyt az egész, olyan, mintha bevizelt volna. Há, de jól bevizeltem. Ez nagyon bírom. Ezek kegyetlenek, Jézusom. Hopp. Az a fej, mintha fájda neki, de most őszintén nem, mintha valami szögen ülne. Jaj, de rossz, de azért eszem, most nem megsérteni akarom, de könyörgöm. Az elején nem olyan, mintha aggódna, jaj, most mi lesz? Jaj.
Ezek mi? Egyesével beszívja? Milyen nyugodtan elrágcsálja a kacsit, de legalább ő boldog, hogy eheti a jéggolyóit. Azt mondom nektek, ez boldog. Ő legalább boldogan eszik. Kiért, hogy kiixeltük. Ő legalább boldogan ette a kis golyóit, beszív, hogy... Figyelj, semmi bajom, egye a jéggolyókat. Hú, ez de jól néz ki ez a nagy... Hú, ez a zöld lé ilyen gusztustalan. Annyira agresszívan eszik. Ahogy belekortyol. Na nézzük, ebbe is van valami töltelék? Nem igaz, hogy nem fájdul meg a torkuk? Hogy kell ilyet csinálni? Én is akarok. Azt az eget. Azt az eget. Azt az eget. Ó, mekkora szív. Ez is jég. Legalább vigyorok. Ó! Ú, de jól néz ki. Na, ez legalább beleélte magát. Há, egyik szívből, másik szívből. Amúgy ez full valami ételszínezékes víz. Habun nishin daum da. Isten angolul mondja. Can you see that? Vagy lehet, hogy csak én hallom bele. De nagy, legalább örül az eltört szívének. Na és nézzük az utolsó a gyűjteményemben. Hú, ebben nagyon jók a színek. Itt már a szemét se látod. Mutatja, itt van. Beledugja a szájba és ketté repeszti. Na jó van, srácok, szerintem ennyi elég volt ezekből a weird, boldog, mosolyogva evő jégfaló emberekből. Fekete kukoricát is esznek meg, ez meg mi az Isten? Fogam megfájdul, ahogy már nézem. Te Jesus, te Christ. Ó, itt meg van egy ilyen, ez valami kávéforma. Ez ugyanaz a lány, aki mindig vigyorog. Hogy ezt ő festette be? Ez valami jégkás, amit ő ételszínezékkel befestett, nem? Hú, ez micsoda. Hogy ropogtatja? De miért remeg itt a kép, látjátok? Vagy ez valami filter? Rajta. Na, ó, ez megeszi a Disney kastélyt, úgyhogy szerintem ezzel zárjuk is le, a kislány megeszi a Disney kastélyt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, remélem tetszettek ez a furcsa videó. Srácok, én szerintem ne jegyetek jeget, de azt csináltok, amit szeretnétek. Csak egy a lényeg, minden egyes nap 18 órakor gyere ide hozzánk, csatlakozz egy feliratkozással, mert itt napi királyságos videók vannak, minden egyes nap 18 óra, 0-0 perckor, srácok. Ti vagytok a legjobbak, ha szeretnétek ilyen menő cuccokat, linkek a leíráson megtaláljátok, de amúgy videosbolt.hu per Nanosik Gergo és mcshop.hu per Nanosik alsónak Gergo. Srácok, ti vagytok a legjobbak, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és találkozunk holnap, és minden egyes nap. Hű, ez a sok ég. Sziasztok!